Soha nem látott károkat okozott a július 27-i vihar az 1830-as években létesült zsidó temetőben. Az egykori ismert szegedi orvosegyetemi tanár Erdély Jenő sírjának fejfáját így ledöntötte a szélvihar, míg ezt a fenyőt gyökerestől kicsavarta. A mosdatú épületben ez a repedés jelzi a vihar erejét. A sík terepen lépő növényeket helyenként gyökerestől Éptek ki. Hát száz éves, 80 éves fák is voltak itt előtetve, illetve telepítve. Ezek egy része a sírokra, egy részek az első világháborús emléktábaira estek és okoztak. Károkat. Ebben a temetőben több mint 30 sírt tett tönkre a természeti katasztrófa. Ahol nem dőlt rá teljesen a fa, ott a lombozata terítette be a síremléket, néhol még az utak is járhatatlanná váltak. A város önkormányzata segítséget nyújt. A környezetgazdálkodás munkatársai rövid időn belül megkezdték a károk felmérését és gondoskodnak a helyreállításról, valamint amelyiknél szükséges, kivágják a fát. A szegedi zsidó Hitkösség kezdeményezte több sír is.